A helyi közösség elnökét fél hét körül értesítették a falubeliek a Kossuth szobor eltűnéséről. Az eddigi feltételezések szerint a mellszobrot egyszerűen lefeszítették az alapzatról. A helyszínelést a Begasán-Györgyi rendőrség végezte el. Ilyen munkálatokat végeznek itt úgy, hogy a nyomok nem sokat érnek, mivel itt sok munkás megfordul. Úgyhogy a helyszínelők ilyen nem nyilvános információból tudom, hogy nem sok haszna lesz a helyszínelésnek, hanem inkább majd valami más úton próbálják meg. A Magyar Itabélyi szobor a falu jelképe volt, nem mellesleg az egyetlen bánáti köztéri Kossuth emlékmű is. Minden jeles történelmi eseményről itt emlékeztek meg a helybeliek. A március 15-i ünnep alkalmából elhelyezett virágok és koszorúk még mindig az alapzatnál vannak. Senkinek se útjában nem volt. És mostan, hogy ez mi történt, ki csinálta, ezt nem is tudjuk elnevezni. Nem tudok rá megfelelő, nem is tudok mit mondani. Na. Egy nagy sok, azért mert ünnepeltük is, meg mintha élő lenne, vagy hogy mondjam, hogy hozzá voltunk szokva. A Kossuth szobrot 1904-ben állították fel önkéntes pénzadományokból. Az első világháború alatt nemzetiségi alapon átlőtték a szobrot, majd a helyi református templomban rejtették el. Mintegy 70 éve került vissza eredeti helyére. Azóta egészen idáig senki sem bántotta. Érccel foglalkozó ilyen viszonteladó ilyen lopók, ezek csinálhatták ezt, tehát nem gondolom, hogy nagyszerűs alapon van, mivel hogy ennyi esztendőt itt átélt, háborút, mindent, és nem volt bántva. A helyi közösség elnöke elmondta, reméli, hogy visszakerül helyére a Kossuth szobor, ugyanis annak anyagi értéke nem jelentős, viszont eszmei értéke a falubeliek számára felbecsülhetetlen.